Köszöntjük tehát a stúdiónkban Székely Sándort, független országgyűlési képviselőt, az ISZON pártigazgatóját és Varga Zoltánt, a DK frakció szóvivőjét. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Előválasztás kérdéskörével kezdtük, illetve annak a veszélyhelyzet meghosszabbításával. Nagyon sokfajta reakció volt már tegnap, elhangzott, hogy így vagy úgy, de önök mindenféleképpen meg fogják tartani. Először Varga úrra nézek, mert önt nem feltétlenül érinti még, kérdezem majd utána, hogy mennyire fog érinteni az előválasztás. Azt hiszem, igen. Ez nem lehet kérdés, szemmel látható, hogy nem csak az előválasztásban résztvevő pártok és szervezetek eltökéltek ebben a dologban, hanem az ország maga is. Az előválasztás egy nagyon fontos lépéssel lesz különben a Fidesz kormány leváltásának. Én azt hiszem, jó irányba haladunk, nem fogják tudni megakadályozni. Önök indulnak az előválasztáson? Ez egy sokáig kérdés volt, az ISZOM azt mondta, hogy önök ugyanúgy állítanak jelölteket. Vajon részt vesznek ebben az közös előválasztásban, vagy fogadják önöket? Mi 2020-ban ugye azzal az ambícióval is léptünk a porondra, hogy ugye felszámoljuk a szociális válságot, tehát nem az ellenzékeként szerettünk volna, vagy szeretnénk működni, és így indultunk is volna az előválasztáson, de hát itt úgy alakult, hogy ez most így nem lehetséges. Én azt gondolom, hogy ezzel nincsen részünkről semmi baj, mi amúgy is a politikánkat ugye az emberek felé közvetítjük, ugye el szeretnénk kérni, hogy 250 ezer forint legyen a nettó minimálbér, és hogy Magyarországon tényleg normálisan lehessen élni mondjuk egy 8 órás munkából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi ezzel foglalkozunk. Aztán persze majd, hogyha lezáródik a előválasztásnak a folyamata, akkor utána mi nyitottak vagyunk a tárgyalásokra. Picit olyan furcsa elszólásszerű volt, hogy az ellenzék ellenzékeként nem akartunk indulni, akkor most hova pozícionálja magát? Mi természetesen a Fidesz ellenzéke vagyunk, ugye ezt a kormányzatot szeretnénk leváltani, és már többször mondtuk, hogy rajtunk biztos nem fog múlni a kormányváltás, de a politikánk központjában ugye az emberek állnak, ugye, amit a szocializmusnak hívunk, és arra irányul, hogy legyen 250 ezer forint a minimálbér, 50 ezer forint a családi pótlék, vagy 50 ezer forint a nyugdíjasoknak a havi korpótlék. Bocsánat, csak hadd kanyarodjak vissza Varga úrnak az előző gondolatára. Ugye jól figyeltem, jól hallottam, hogy azt mondta, hogy nem fogjuk engedni, hogy megakadályozzák az előválasztást. Ki? Mármint ki akarja megakadályozni, hogy azt mondja? Látható, hogy a kormány minden intézkedése, a Fidesznek minden rettegő felszólalása az irányba mutat, hogy szeretnék, ha ez az előválasztás ez nem történne meg, vagy legalábbis nem olyan keretek között, ahogy az együttműködő pártok ezt lefektették. Retteg a Fidesz. Van is mitől, hozzá kell, hogy tegyem. De amikor azt mondja, hogy retteg a Fidesz, akkor azt miben látja, vagy hol tapasztalja? Eleve ugye látjuk azt, hogy most már fideszes polgármestereknek van kiadva az, hogy tekerjék azt a verklit, hogy szólítsák fel az ellenzéki pártokat saját városukba, hogy ne tartsák meg az előválasztást. Ez már önmagában azt mutatja különben, hogy a Fidesz egy olyan helyzet elé került, amit nem tud megoldani, se lenyelni, se kiköpni. Ennek a sztorinak az lesz a vége. Kettő Kecskemét és Székesfehérvár. Egyelőre. Nyilvánvaló módon én már várom, hogy Debrecen polgármestere, különben meg lelkes pártkatona, mikor száll bele ebbe a sztoriba. Nagyon csodálkoznék, hogyha nem szólalna meg. Igen, ehhez hozzáfűzném, hogy ugye onnan is látszik, hogy egyébként a Fidesz retteg, hogy ugye most indul a nyitás, lehet majd kiindulni a teraszokon végre, de ugye ha jól értjük, akkor ugye azért politikai tüntetéseket, akár egy előválasztás, ugye a Igen Szolidaritás Magyarország mozgalom által szervezett május 1-i tüntetés, autós tüntetést, azt úgy tűnik, hogy nem fogják engedélyezni. Mi azért egyelőre még bízunk benne, hogy meg tudjuk csinálni, ugye most itten veszekszünk a rendőrséggel. Reméljük, hogy valaki rájuk szól. Milyen keretek között képzelték el ezt a tüntetést, és mit akartak ott egyáltalán elérni? Hát ugye a pandémiára tekintettel azt gondoltuk, hogy akkor autóval tüntetnénk, egy autós felvonulást csinálnánk Budapesten. És hát a célunk nyilván az, hogy ugye már említett 250 ezer forintos minimálbértért harcoljunk, illetve hát például arról beszéljünk, hogy egy világjárvány alatt ez a kormány képes volt egy olyan egészségügyi törvényt hozni, aminek az lett a következménye, hogy több ezer egészségügyi szakdolgozó hagyta el a pályát. Ugye értük is kiállnánk, meg hát sajnos rengeteg felsorolás lenne, tehát a magyar dolgozókért állnánk ki május 1-én. Erre kaptak egy nemet, tehát erre nem Erre egy tiltó határozatot kaptunk egyelőre, de azon vagyunk, hát most, hogy meg tudjuk tartani ezt a rendezvényt. Egy biztos,
hogy mivel a dolgozók 100 éven keresztül harcoltak a jogaikért, a 8 óra munkáért, a ingyenes orvosi ellátásért, a nyugdíjakért, hát mi se fogunk megijedni ilyen rendőrségi tiltóhatározatoktól, valamilyen formában meg fogjuk ünnepelni május 1-ét. Ugye az elmúlt hónapokban azt megtapasztaltuk, hogy az ellenzék nagyon-nagyon sok területen, programban, koncepcióban csatlakozik egy másik ellenzéki párt gondolatához. Ez esetben a DK valamilyen úton, módon kívánja támogatni ezt a betiltott, meg nem engedett autós tüntetést május 1-ére? Érdeklődve várunk és figyelünk minden olyan eseményt, különben ami a jelenlegi regnáló őrült diktatúra leváltását szolgálja. Az teljesen természetes, hogy a tagjaink, szimpatizánsaink, akik részt akarnak venni bármilyen megmozduláson, azok részt fognak venni. Az, hogy a pártok között volt-e ebben a dologban egyeztetés, én bevallom őszintén nem tudom. Nem volt? Nem az én dolgom. De nyilván Nem volt, de mi természetesen szívesen látunk minden pártot, ugye ez az eventben is benne van, a szakszervezeteknek is küldtünk meghívót, és egyébként Szanyi Tibor, a pártunknak a miniszterelnök jelöltje, talán a hétfői Kossuth rádiós interjújában meg is hívott egyébként mindenkit, tehát a nyilvánosságban is, úgyhogy részünkről természetesen nyitott ajtók. Szeretettel várunk minden politikai erőt erre, hiszen azt gondoljuk, hogy azért a dolgozók ugye az a közös ügyünk. Jó, hát ugye ezt, ahogy fogalmazott beszélgetésünk közben, a rendőrség nem engedte, vagy nem engedélyezi egyelőre. Igen, de menjünk tovább egy másik fontos ügyben. A tegnap nem ment el a éves meghallgatása a Népjóléti Bizottság ülésére. A belügyminiszter arra hivatkozott, hogy a WHO főigazgatójait folyt tárgyalt Budapesten, amit aztán kifogásolt maga a bizottság. Egy olyan, azt gondolom, hogy logikus válasznak tűnik, hogy a belügyminiszternek, aki különben felel a védekezésért, más dolga volt, a WHO főigazgatójai mégis itt volt, és vele kellett találkoznia. Hogyan értékelik ezt? Kár logikus választnak is tekinthetnénk, de valójában mindenki tudja, hogy ez nem így van. Pintér belügyminiszter úr pontosan ugyanolyan gyáva, mint a főnöke. Menekül minden felelősség elől, menekül minden kérdés elől. Nyilvánvaló módon a WHO igazgatója nem úgy esett be különben Budapestre, hogy menet közben szólt, hogy ott szálljunk már le Budapesten, és hagyj ugorjak be a belügyminisztériumba. Tudnélik, a belügyminiszter a bizottsági ülés megkezdése előtt nagyjából egy fél órával, órával jelezte a bizottság felé, hogy nem fog tudni jönni. Én például Debrecenből utaztam fel 230 kilométert emiatt. És ugye ami ebbe a sztoriban érdekes, hogy a bizottság fideszes tagjai is bejelentették, hogy ők sem fognak jönni. Tehát ők is távol maradtak. Na most távol maradt, igen, mindenki. Ez pontosan ugyanannak a színjátéknek a része, amit az elmúlt egy évben láttunk a kormánytól. Mit kérdeztek volna meg, vagy mit tisztáztak volna egyébként így a bizottság ülésen? Én azt hiszem, rengeteg kérdés van. Például. Tehát látjuk nagyon jól, miért kellett Pintér belügyminiszter úr hatáskörébe vonni a kórházakat. Ez mennyiben segítette a gyógyítást például? Miért hagyta, hogy tönkre menjenek a kórházak? Miért hagyta, hogy tönkre menjen az egészségügy? És számtalan olyan kérdés van, miért kell géppisztolyos őröknek különben a kórházak környékén flangálni? Számtalan olyan kérdés van, ami mindenkibe megfogalmazódik. Pintér miniszter úr elmenekült a kérdések elől. Sokáig nem tud menekülni hozzá, hogy tegyen, mert előbb-utóbb-utóbb fogjuk érni, nem csak mi, hanem a sorsa is. Van új időpont erre a meghallgatásra, az éves meghallgatásra? Tudni kell különben, hogy ezt az időpontot hosszasan tervezte a bizottság és a belügyminisztérium. Itt több levélváltás is volt tudomásom szerint, és maga a miniszter úr volt az, aki ezt az időpontot adta meg a bizottságnak, hiszen ez egy olyan időpont, különben a csütörtöki időpont, nem egy szokványos bizottsági ülés időpontja. Mi alkalmazkodtunk a miniszter úrhoz, ehhez képest ugye ő fölrúgta ezt is. Ez kifogás, amit ő mond. De nincs új időpont még. Nincs új időpont. Igen. Pandémiával mennénk tovább, uraim, hogyha ezt megengedik nekünk. Van egy összefoglaló anyagunk, ugye a korlátozások részbeni feloldásával kapcsolatosan, és akkor utána folytatjuk a beszélgetést. Tízezrek jártak hétvégente a budapesti bulinegyedbe szórakozni, de a járványhelyzet súlyosbodásával a vendéglátóhelyek már csak elviteles kiszolgálásra maradhattak nyitva. Azonban Gulyás Gergely közlése szerint, mivel pénteken meg lehet a 3,5 milliómadik beoltott, a hétvégén kinyithatnak a teraszok. Mai tudásunk szerint biztosan mondhatjuk, hogy szombaton a teraszok megnyithatnak, a vendéglátóhelyek teraszai végre kinyithatnak, 9:30-ig lehetnek nyitva este.
ahogyan az üzletek is, és 11 órára módosul a kijárási tilalom kezdete. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke örül a döntésnek. Flesch Tamás szerint a többség ki fog tudni nyitni, ugyanakkor sok kiszolgáló egység személyzet nélkül maradhatott fél évnyi bezártság után, így néhányan még zárva maradhatnak. 4 millió beoltott. Ez a kormány által következő mérföldkőnek kitűzött cél. Ezt a számot akár már a jövő héten is elérhetjük, arról azonban Gulyás Gergely nem beszélt, hogy ekkor milyen enyhítések várhatóak. A Magyar Hírlap információi szerint 4 millió beoltottnál akár a mozik és a színházak is megnyílhatnak, de csak védettséget igazoló kártyával lehet látogatni ezeket a kulturális helyszíneket. Azonban a kártya előnyeiről a mai kormányinfó sem tudhattunk meg többet. Ezen a héten születik döntés, ezt a miniszterelnök fogja ismertetni. Hát aki a mai nap kezébe veszi mondjuk a két fontos országos napilapot, a Magyar Nemzetet, vagy akár a Népszavát, mindenki tapasztalni fogja, hogy a címlapon ezzel kapcsolatosak az újságcikkek, mondanom se kell, nem is akarom idézni egyébként a két lap eltérő kommunikációját a kormányzat lépésével, járványügyi kezelésével kapcsolatosan, de ha már önök itt vannak a stúdióban, akkor azért egy gyors reakciót kérnénk önöktől, hogy hogyan látták az elmúlt időszakot, és hogy valóban ennek az ágazatnak, ennek a szektornak, kimondottan a vendéglátásnak ez mekkora mentővet jelent majd, hogy legalább a teraszok holnaptól nyithatnak? Hát valójában azért azt szögezzük le, hogy drámai számok pattognak itt körülöttünk. Tehát az, hogy meghalt 25 ezer COVID-fertőzött beteg, az, hogy minden 10 lélegeztetőgépre került betegből 9-et elveszítünk. Az, hogy Magyarország most már dedikáltan világ első, különben az 1 millió főre első halálozások számába, és akkor tegyük hozzá, hogy és világ elsők vagyunk majd csak korrupcióban, és valószínűleg az 1 főre első stadionok számában is. Ezek után különben arról beszélni, vagy a kormány, hogy a saját mellé döngeti és ostoba győzelmi jelentéseket farigcsál, hát úgy gondolom, hogy ez maga a vegytiszta őrület. Ez nem egy normális dolog. És látjuk különben, hogy ugyanebbe az irányba indul el, saját maga hamisítja a saját statisztikáit is meg, és próbál ebből előre menekülni, nem sikerül neki. Igen, hát még az előző témához is mondtam volna, de ugye most is már el tudom mondani, hogy szóval, hogy tényleg az látszódik, amit a Zoltán is mond, hogy itt teljes összevisszaság van, és az én pártom, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalomnak az álláspontja, hogy ennek tényleg jó lenne, hogyha most nagyon gyorsan vége lenne, és az is nagyon jó lenne, hogy tehát ugye ezt egy normális köztársasági elnök egyébként ilyenkor megszólalt volna már rég. Ugye ezért is csatlakoztunk a Molnár Gyula MSZP-s politikus társam által kezdeményezett azon ügyhöz, hogy ugye ne a választások előtt válasszon a parlament köztársasági elnököt, mert az látszódik, hogy a fideszes többség bárkit, olyan embereket emel ebbe a pozícióba, akik ezt csöndben tűrik, például ami az elmúlt másfél éve Magyarországgal történt, úgyhogy mi erről tájékoztattuk is, ugye Molnár Gyulát vissza is jelzett, úgyhogy úgy tűnik, hogy ebben az ügyben mi együtt fogunk úszni, mert hát azt gondoljuk, hogy itt lépni kell. De nagyon reméljük, vagy szinte biztosak vagyunk benne, hogy nem Fidesz kormányzat lesz 2022 után, és akkor borzasztó fontos lenne, hogy ne Kövér László, vagy talán valami más pártkatona üljön ebben az elképesztően fontos ügyben, mert látjuk, hogy micsoda károkat okoz a némaság. Ugye azt mondta, hogy jó lenne, hogyha vége lenne ennek, nem pontosan értettem, hogy mire utalt, mert az előbb ugye a pandémiáról, illetve a nyitásról beszéltünk, aztán megértettem, hogy olyan a kormányzásra... Hát a kormányzás, a pandémiának, szinte mindannyian közösen várjuk már, hogy vége legyen a pandémiának, de én most valóban a kormányzásra gondoltam, mert ez már nem is kormányzás igazán. Hogyha azt mondja, hogy támogatják az MSZP-s javaslatot, mely szerint a köztársasági elnököt közvetlenül kellene megválasztani, minden egyebet támogatnak, amit az ellenzéki összefogás eddig zászlajára tűzött? Tehát biztos nagyon sok mindenben értünk egyet természetesen, de ugye mi... Számomra még mindig kérdés, hogy akkor miért nem ülnek egy oldalon, vagy miért nem tudnak egy egységet alkotni? Ezt nem tőlünk kell kérdezni. Mi azért dolgozunk, hogy el tudjuk érni azokat azokat a programelemeket, amiket mi kitűztünk a programunkba, hogy az igen szocializmusba, hogy legyen mindenkinek biztos a lakhatása, hozzá tudja jutni az egészségügyi ellátáshoz, tanulni tudjon, rekreálódni, és mit, hogy egy nyugdíjasnak ne azon kell aggódnia, hogy
tud-e parizert venni egyébként tényleg hónapvége, hanem hogy utazni nyugdíjas éveit békében tudja tölteni, és ez nincs meg az elmúlt 30 évben, ezt nem sikerült elérni ennek az országnak, és mi azon dolgozunk, azért akarunk erős baloldali frakciót alakítani az ISZOM-mal, hogy legyen egy olyan párt, aki ezt képviseli a Magyar Parlamentben. Varga úr, ön azért nem fukarkodik gyakorta a szélsőséges jelzőkkel, már ne haragudjon, hogy ezt mondom, itt reggelente is néha szokott mondani elég érdekes jelzőket, de pont most olvastuk a Demokratikus Koalíciónak az egyik rövid álláspontját, nyilatkozatát, amiben például ön azt mondja, hogy Kastler végleg megőrült, teszi fel ezt a kérdést. Miért gondolja azt, hogy a miniszter megőrült volna? Önben ez a kérdés nem fogalmazódott még meg? Szomorú, hozzá kell, hogy tegyem. Tudnélik, azt látjuk, hogy Kastler miniszter úr csontokkal legózik, és nincs bent a munkahelyén, a parlamentben, amikor kellene, de bejelenti azt különben, hogy az egészségügy meg sem recsent. Bejelenti azt, hogy ők minden beteget elláttak, holott mindenki a saját bőrén, a családja tapasztalatából érzi, hogy ez hazugság, ez már nem igaz. Nem látták el a betegeket? Nézze, az egészségügy megrecsenése, akkor maradjunk a Kastleri fogalmazásnál, az nem azt jelenti, hogy egyszer csak összeomlanak a kórházak, hanem azt jelenti, hogy 10 betegből 9-et elveszítünk, aki lélegeztetőgépre kerül. Számtalanszor elmondták, hogy nagyon nagy terhelés van a alapján. Nézze, én ezt megértem, máshol is nagy terhelés van, az összes Európai Uniós országban mégis mi vagyunk a halálozási lista élén, messze az élén, miközben a kormány döngeti a mellét. Ez egy beteg, őrült világ. Kastlernél két lehetőség van. Az egyik, hogy tényleg megőrült, és minden tiszteletem különben Kastler doktoré, mint professzoré, azonban miniszterként mélyen alul teljesít. Vagy megőrült, vagy aljas. Pontosan ugyanolyan, mint a kormány többi része. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy ez egy diktatúrában nem ritka. Jó, ez a jelző, ez akkor maradjon az, hogy ez az ön álláspontja. Ez maximálisan, és nem csak az enyém, hanem nagy valószínűség szerint több millió más magyar is. Hát ezt nem tudjuk, ez maradjunk annyi, hogy ez az önálláspontja. Mindenesetre a beszélgetésünk ideje most lejárt. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.